A legutóbbi eset töröcskén egy fa rossz irányba dőlt, leszakított egy másik ágat, amely kis hián agyon csapott két munkást. Köztük azt a feketén dolgoztató férfit is, aki felszerelés nélkül biztatta favágásra embereit az én véleményem szerint döntően befolyásolta a, a sérülés mértékét a szabálytalanság. Ugyanis vélelmezhető, hogy a koponya sérülés nem lett volna olyan súlyos, ha sisakot viselnek a munkások. Ráadásul a dolgozók nem voltak bejelentve, de a munkáltató is válságos állapotban van, így még meghallgatni sem tudták. Két évvel ezelőtt egy böhönyei horgásztónál is súlyos munkabaleset történt, ott árokásás közben apa és fia vesztette életét, rájuk omlott a föld. A munka egy év nyolc hónap fogházbüntetést kapott. A statisztikák elszomorítóak. Még országosan az ellenőrzések 82%-ában találtak hiányosságot, addig somogyban ez az arány jóval magasabb. Továbbra is jelentős azonban a fekete foglalkoztatás. Az ellenőrzött munkavállalók 15%-ánál találtak valamilyen visszásságot. Ugye a személy és vagyonvédelem az a terület, ahol a fekete foglalkoztatása a legmagasabb felderítési arányt mondok, nem a látenciát nyilvánvalóan, illetve az építőipar vendéglátása, amelyek még kiemelkedők. Tavaly a jó állam jegyében visszafogottan büntettek a revizorok, de idéntől ez a gyakorlat megszűnt és visszatért a szigor. Többet ellenőriztek tavaly, mint 2010-ben, ennek ellenére csökkent a bírság összege, ám így is közel 170 milliót kellett befizetniük a somogyi foglalkoztatóknak.